Mika gyereki, ég a házad ideki, kapsz tejet, hajat, holnapra is marad. Így énekeltek a bölcsisek a foglalkozáson. A 6. éve megrendezett eseményen faleveleket fűztek, állatokkal ismerkedtek. Volt, aki csak képen, a bátrabbak pedig egészen közelről. Sáska játod. És mit csinál a sáska? Apa jászik. Ki akar menni? A pedagógusok fontosnak tartják, hogy már kiskorban megismertessék a gyerekekkel a környezetvédelem jelentőségét, és megmutassák, hogyan tudják óvni azt. Az egészséges életmódra is felhívják a figyelmet. Ma bioalmát kaptak a gyerekek, illetve azok a szülők, akik autó nélkül érkeztek. Minél korábbi életévekben, minél jobban ismerjék, lássák a környezetüket, és egy kicsit felhívjuk a figyelmüket, odafigyeltessünk minden apróságra, ami körülöttük van, él és mozog, és ehhez hozzátartozik az élő környezet is, és itt gondolok a növényvilágra, a fákra, a bogarakra, a rovarokra, amik itt közvetlenül is akár egy bölcsöde udvaron megtalálhatók. A Bokréta bölcsiben árvácskát ültettek a kicsik. Szél fúdugálja, eső vereg. Nagyon ügyes voltál, Nina. A bölcsödékben ma egésznapos programot tartottak, ahol játékos formában minden a környezetismeretről és annak védelméről szólt.